Mai első vendégünk Söny György, a Háló Egyesület vezetőségi tagja. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Jó reggelt. A Háló Egyesületnek az előbb itt kint a stúdión kívül említetted, hogy már 27 éves története van. Nyúljunk vissza a kezdetekre, 1989-ben kezdődött az Egyesületnek az élete. Mi hívta ezt életre, mi ennek a kezdeményezésnek a története? A Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület a katolikus nevet a püspöki kar engedélyével viseli. Egy nyitott közösség építéssel, közösségekkel foglalkozó mozgalomnak nevezzük. A kezdetek kezdeténél az volt az alapötlet, hogy a különböző kisközösségek, akik addig a félig meddig a föld alatt illegálisan működtek, vagy féllegálisan működtek, ezek között egy horizontális kapcsolatrendszert jó kialakítani, vagy kellene kialakítani, és egy felhívással indult, hogy kapcsolatot teremtsünk. És erre az alapfelhívásra akkoriban körülbelül 1000 közösség jelentkezett. És utána csak hamar kiderült az, hogy ezeket a kapcsolatokat jó lenne határon túlra is átvinni, és azok az alapító barátaim, akik ma is a barátaim, és akikkel együtt dolgozunk, dolgozunk a hálóért, velük, ők az ő kapcsolatrendszerüket, személyes kapcsolatrendszerüket felhasználva kerültünk határon túlra, először Erdélybe, majd Kárpátaljára, utána Délvidékre és Felvidékre. Mi volt a hálónak a kezdeti céljai, ugye, hogy megismerjék a közösségek egymást? Igen. Igen. Tehát a közösségek megismerik, hogy napvilágra kerüljön, hogy ez nyitott legyen, hogy az egyházzal és a társadalommal kapcsolatot építsünk minél szélesebb körben. A névválasztás is nagyon szimbolikus, ugye háló a Bibliában is többször megjelenik az evangéliumokban, a háló szimbólum. Önöknél ez mit jelent, ez a háló? A hálónak van egy missziós vetülete vagy vonulata, ami a Bibliából adódik, tehát hogy halászokat keresünk, akik az embereket egy közösségbe hívják, és a háló ilyen tekintetben egy közösséget jelent, ugyanakkor jelent valamilyen megtartó szövetet is, amit a mai értelmezésben még mindig tudunk vállalni, sőt, nagyon erősen is vállalunk, hogy egy kapcsolati tőke, egy nemes kapcsolatrendszer az embert megtartja, bárhol is éljen a Kárpát-medencében, és a mi működése területünk az most is a Kárpát-medence magyar lakta, vagy magyarul beszélő emberei. Ezért 27 év alatt elég sokat változtak ezek a közösségek. Ma mivel foglalkozik a háló, mi a célja a Háló Egyesületnek 2016-ban? Igen, talán egy kicsit térjünk még vissza, hogy 27 év alatt, hát nehéz számszerűsíteni, de körülbelül 500 eseményünk volt, 500 találkozunk, tehát tulajdonképpen a háló úgy működik, hogy bizonyos keretet teremt arra, hogy emberek találkozzanak, és nyitottak ezek a találkozók, tehát bárkit hívunk, akinek ideje is kedve van másokkal barátkozni, együtt eltölteni egy napot, vagy akár több napot, hiszen táborokat is szervezünk. És ezeket a kereteket megteremtve alakul ki az emberek között egy baráti, ismerettségi kapcsolat, de ezt csak akkor lehet megteremteni, hogyha nem állva beszélgetünk, hanem leülünk. Tehát időt szárunk arra, és van bennünk egy kis nyitottság, hogy egy ilyenben részt vegyünk. Tehát ez tulajdonképpen a működési forma, ami igazából véve nem sokat változott. De az, hogy mondjuk körülbelül 500 ilyen találkozónk volt a Kárpát-medence sok-sok pontján, szórványvidékeken is, tömbvidékeken is, ahol önkéntes munkatársaink ezt meg tudták szervezni, és úgy számolgattuk, hogy valószínűleg több mint 10 000 embert szólítottunk meg, vagy több mint 10 000 olyan ember van, aki többé-kevésbé tisztában van a hálónak a céljaival, és tudja, hogy mi az a háló. És sok helyen, ha előfordulunk a Kárpát-medencében, akkor ez a szó, hogy háló, ez fölcsillantja az embereknek a szemét, és van erről valami fogalma. Természetesen nem az a célunk, hogy legyen egy nagy tagsági rendszerünk, ahova minél többen, talán más közösséget is kizárva kapcsolódjanak, hanem az alapötlet inkább az, hogy egy kisközösségi, vagy nem feltétlenül csak kisközösségi életre buzdítsuk az embereket. Tehát
és nem mi buzdítjuk, hanem egymás buzdítják az emberek. Tehát bárhol is éljen a Kárpát-medencében, igenis van értelme annak, hogy valamilyen közösségi munkát végezzen. Van értelme annak, hogy az emberek közösségben legyenek. És hogyha otthon ezt nem találják feltétlenül meg, nagyon fontos, hogy időnként elmenjenek otthonról. Egy olyan helyre, ahol ezt a közösségi buzdítást vagy bátorítást megkapják, vagy megadják, és a háló erre próbálja az embereket biztatni, hogy időnként lépjenek ki a saját kicsi közösségükből, és utána térjenek vissza, és jobban eltökéltebben végezzék ezt a munkát, amely munka, hát természetesen, mint egy katolikus szervezet, katolikus, illetve keresztény alapokon. A Bónum TV szeptember, vagy mi az októberi hónapja, az a közösségek hónapja, úgyhogy már többször beszéltünk a közösségeknek a szerepéről, a fontosságáról, akkor én téged is megkérdeznélek, hogy te mit tartasz a közösségi életnek a legfontosabb részének, vagy mi az, ami szerinted a közösségek pozitív hatással vannak ugye az egyénekre is? Nagyon nehéz, számomra, azt tudom elmondani, igen, hogy számomra mit jelent, és azt is el tudom mondani sok barátom számára. Tehát fontos, hogy az embernek legyen egy olyan kis közössége, ahol 10-12-en több-kevesebb rendszerességgel összegyűlnek, és éveken át tartó baráti, kisközösségi kapcsolatban éljenek, ahol megosztják egymás gondjait, bajait, beszélgetnek az élet különböző nehézségeiről, egymás bátorítják, sőt egymás segítenek. De nagyon fontos az is, hogy egy kicsit nagyobb körbe is kilépjen az ember. Tehát számomra a háló adott egy nagy lendületet abban, hogy rá tudtam csodálkozni egy nagyobb egységre. És azt gondolom, hogy az az egyensúly, hogy az ember egy intim kis közösségi életet éljen, akár helyi egyházközségi életet, és abban szolgáljon, kérdésedre válaszolva, szerintem a közösség és a szolgálat nagyon egymásba tartozik. Tehát a szolgálat, hogy én valamilyen helyen, valahol hasznos legyek az adott közösség, vagy az adott hely számára, az nagyon fontos. Tehát a család és a munkahely ilyen kívül, ez az élet egyik harmadik pillérje, hogy legyen egy szolgálati helyed. De ugyanúgy azt is fontosnak tartom, hogy az emberek, akik közösség életet élnek, ne csak abban a közösségben éljék, hanem legyen néhány százalék a 100%-ból, közössége szánt 100%-ból, néhány százalék arra, hogy nyitott legyen, hogy valahova elmenjen, hogy másokat megismerjen, másokat összekössön. És a hálóban pont ezzel foglalkozunk, hogy ezt a részét, erre a részére próbáljuk az embereket biztatni. A hálóközösségnek, ti azért egyesületként is működtök, mik az alapelveitek így a közösségformálás munkájában? Mi egyesületként működünk, és azt meg kell említeni, hogy nem csak Magyarországon van bejegyzett egyesületünk, hanem például Erdélyben van egyesületünk, Párciumban van Kárpátalján, és van Délvidéken is, ahol ezekkel az egyesületekkel közösen együtt működünk, és az alapelvek azok, hogy aki szeretne valamit tenni a hálóért, azt bekapcsoljuk, és próbálunk ebben neki segíteni. Körülbelül 100-150 önkéntes munkatársunk van a Kárpát-medencében, akik több-kevesebb rendszerességgel a saját lakhelyükön, vagy a saját lakhelyükhöz közel hálótalálkozókat szerveznek, illetve utazásokat szerveznek más hálótalálkozókra a Kárpát-medence más részeiben. Itt adtál nekem egy térképet Kárpát-medencében, és tele van apró jelekkel, ahol volt már találkozótok, 500 találkozótok volt, ezt te is említetted, 500 programotok. Ezek a találkozók, ezek hogyan zajlanak, milyen programok vannak egy ilyen találkozón? Hát ez a találkozó olyasmi, mint egy lelki gyakorlat, csak a szilenciumot nem szabad betartani, tehát pont arra serkentik az embereket, hogy minél többet beszéljenek, beszélgessenek egymással. Nagyon egyszerű a keret, tehát egy előadót hívunk, aki egy adott témában, vagy a szervezők által választott témában tart egy előadást, és utána az előadás után kis csoportos beszélgetésekre hívjuk az embereket, amely kis csoportokban igyekszünk úgy beosztani az embereket, hogy lehető legkülönbözőbb helységből összejött. Tehát, mivel ezek a hálótalálkozók arra
tehát egyik jellemzője az, hogy sok helységből jönnek össze. Egy kicsi faluban, vagy egy kisvárosban is nem ritka az az eset, amikor 20-25 helységből jönnek össze az emberek. A kis csoportokban úgy osztják be a szervezők, hogy vegyes csoportok legyenek, és úgy beszélgessenek az előadó által felvetett kérdésekről, és csoportvezetőket szoktunk megbízni azzal, hogy ezeket a beszélgetéseket koordinálják, hogy ne menjenek el nem kívánt irányba. Tehát olyasmi, hogy valaki ne beszéljen túl sokat, valaki ne beszéljen túl keveset, hogy ne vigyék el a beszélgetést felesleges politikai vagy általános panaszkodós irányokba, hanem inkább egy pozitív érzés váltsanak ki az emberekből, és meg kell mondanom azt, hogy ezek a beszélgetések, kis csoportos beszélgetések, ezek titkosak. Tehát ez valamilyen olyasmi, mint egy gyónás. Tehát, hogy ott az emberek az ügyes-bagyos gondjaikat, bajaikat elmesélik egymásnak, és nem azért, hogy mások kioktassák, és hogy elmondják, hogy ez most miért rossz, vagy miért jó, hanem inkább az őszintesség és a nyitottság ebben a fontos, és nem az elvárás, hogy valamilyen megfelelés valamilyen dolgoknak. Kik szoktak lenni a meghívott előadók? Hát a meghívott előadókkal büszkélkedhetünk, mert a magyar közélet számos neves előadója, kezdve jezsuita atyáktól, Nemeshegyi Péter atyától, Szabó Ferenc atyától kezdve, egészen Balczó Andráson keresztül, Jeleni István atya is volt, több püspök atya is volt előadónk, de voltak újságírók, volt például Czakó Gábor előadónk, Jókai Anna is volt előadónk egy hálótalálkozón, tehát hosszasan lehetne sorolni. Az előadó mindenképpen egy vonzó lehet egy találkozóra, de mégsem az előadás a legfontosabb. Az előadás csak egy hatást vált ki az emberekből, és hogy milyen hatást vált ki, az az, amire igazából kíváncsiak vagyunk, illetve az lehet érdekes az emberek számára. Van ezeknek a találkozóknak egy tematikája, hogy miről fogtok ott beszélgetni? Hát van, általában az előadó szokta ezeket a kérdéseket. Általában megkérjük az előadót, hogy egy kérdés sort vessen föl, és hogyha azok közül, a kérdések közül néhányról beszélgetnek a kis csoportban, az jó. De nagyon sok esetben például maga a csoport vezető ad egy bizonyos témát. Vannak táboraink is. 15 táborunk volt az elmúlt években, majdnem minden évben volt az utóbbi években, és ezekre a táborokba több száz ember eljön, 300-400 is. Itt már családok jelennek meg, ugye azt nem mondtam, hogy maga a háló felnőtt emberekkel foglalkozik, felnőtt embereket hívunk a találkozóra, de egy táborba eljönnek kisgyerekes, sőt nagyon sok fiatal is eljön, és akkor ezeket korcsoportba osztjuk, előadások szerint is, és a táborban viszont egy hétig működnek ezek a kis csoportok, tehát egy hét át együtt vannak, és minden nap néhány órát együtt töltenek. Ez már igazi műhely munka. Igen, igen, igen. Hol volt a legutóbbi találkozótok, ilyen nagyszabású találkozótok? A legutóbbi táborunk az Sátoraljaújhelyen volt, idén augusztusban, egy hétig voltunk együtt körülbelül 300-an. És ami egy nagyon érdekes, és erről ugye nem beszéltem, hogy a háló számára nem csak a kereszténység fontos, hanem a magyarság is nagyon fontos. Viszont a magyarságot természetes módon próbáljuk megélni, és ezt, hogy mondjam, tehát úgy, ahogy vagyunk, úgy fogadjuk el egymást, és úgy próbáljuk egymást bátorít biztosítani. Egyébként én délvidéki vagyok, én délvidékről jöttem föl Budapestre, jól ismerem a délvidéki szórvány helyzetet, az ottani emberek problémáit, gondjait, a hálón is próbálunk segíteni, és talán a gondolkozás módjait is. Bizonyos dolgokat nem kell túlhasonlni. De a magyarság érzését, azt, annak vannak szent pillanatai. Például a mostani hálótáborban is, mint néhány előző hálótáborban megszerveztük az állampolgársági fogadalomtételt. Tehát volt egy nap, amikor egyik nap délután két erdélyi barátunk, egy apa meg a lánya a nagy közösség előtt, 300 ember előtt tette le az állampolgári esküt. Ezt szavakban nem lehet önteni, hogy milyen érzések jöttek ki az ottani emberekből, nyilván közös énekléssel, meg a köszöntő beszédekkel, hogy egy erdélyi társa mondta nekik a köszöntő szöveget. Szóval fantasztikus élmény volt. Ti kulturális egyesületként is működtök. Itt milyen programokat szoktatok szervezni, mivel várjátok a kultúra iránt érdeklődő felnőtteket?
Igen, a kereszténység és a kultúra összekapcsolása nagyon fontos dolog, és ez minden háló találkozónkon felmerül. Tehát az, hogy ez is egy szinte kötelező eleme, hogy egy helyi művelődés egyesület csoportja is föllépjen, vagy valamilyen más előadó is a hálóba így kapcsolódjon be a előadása révén. Budapesten kezdtünk el valamikor a 2000-es évek elején, 2003-ban, 2004-ben volt a Kárpátia udvarban egy közösségi központunk, amit kialakítottunk, és ott programokat szerveztünk, és az volt az eredeti célunk, hogy a kereszténységen és a kultúrának valamilyen meccéspontját hozzuk elő, és ne csak közönséget hívjunk, hanem közösséget is képzeljünk el a rendezvényeinkre, és ez sikeresen működött, ez 2011-ben abba kellett hagyni. Koncerteket szerveztünk, közeljeti klubot, irodalmi kávéházat, volt és van még mindig egy Kolta Galéria nevű társszervezetünk, ahol több mint 80 kiállítást szerveztünk, több mint 200 koncertet szerveztünk, hosszasan lehetne sorolni ezt is, de ez főleg Budapesten volt. És hát továbbra is szeretnénk ezzel foglalkozni, hát ha elmondhatom a kedves... Igen, pont rá akartam kérdezni, hogy egy egyesületi központot is szeretnétek létrehozni. Igen, ez a hely megvan, a Semmelweis utca 4-es szám alatt a belvárosban van egy bérleményünk, nem saját tulajdonunk, amelyben már kiállítások működnek, éppen most megtekinthető egy nagyon szép kiállítás, utólag színezett fényképekkel, törökországi fényképekkel, amelyeket 111 évvel ezelőtt egy monarchiabeli katonaorvos, tengerész készített. Minden nap délután 2 és 6 között ezt meg lehet tekinteni, ha valaki arra jár, az nyugodtan jöjjön, benézze meg, de egyben meg is nézheti azt a helyet, ahol a továbbiak, a későbbiekben ki szeretnénk alakítani egy közösségi kulturális központot, ahova majd koncerteket, beszélgetős esteket fogunk szervezni, határon túliaknak is, meg budapestieknek, akár játszóházat, pingpongozni is lehet majd, tehát fiatalokat, idősebbeket is várunk, és aki megnézi, az látni fogja azt is, hogy bizony kell még, jócskán kell még tennünk azért, hogy befejezzük, mert felújításra váró termek is vannak még ott. De azért a koncertek így sem maradnak el. Jazzklubot szerveztek, ha jól tudom, akkor tegnap volt a 75. jubileumi jazzkoncert, jazzklubotok. Igen, ez az én kis, ha lehet azt mondani, saját kedvencem, vagy saját szívügyed. Szívügyem. A régi helyen, a Ferenciek terén, ott több műfajban szerveztünk koncerteket, és oda vittük a Háló Jazz Klubot is. Havonta egyszer voltak ott jazzkoncertek, 33, de amikor onnan el kellett mennünk, akkor kerestünk egy új helyet, és a Loyola Café találtuk meg, és azóta folyamatosan havonta egyszer szervezünk ott koncertet Dezső Csabával, ő jazzhegedű művész, és vele együtt szervezzük, és ide hívunk embereket, és most tegnap volt a 75. koncert. Az az érdekes, hogy ott is kialakult egy törzsközönség, és nekem meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik oda járnak, már nem csak az előadó, a fellépő neves együttes, vagy kevésbé neves együttes miatt jönnek el, hanem talán a légkör miatt is, az a közösségi légkör, amely kimondva, kimondatlanul is ott van. És ezeknek az embereknek a háló azt jelenti, hogy ők havonta egyszer jazzklubba járnak. Persze néha elmondjuk, hogy itt egy egész más dologról is szó van, tehát itt a háttérben egy egész más dolog van, de megpróbáljuk ezt összekötni. Kiadványaitok is vannak, beszéljünk egy picit ezekről. Itt a kezemben van egy hangoló kártyajáték, amin a kis kártyákon mindenféle kérdések vannak. Ennek ki a szellemi atya? Ennek mi a célja ennek a játéknak? A szellemi atya, ez nem titok, Babály András atya. Azt hiszem, hogy ő ötlötte ezt ki, de mi vagyunk ennek a társas játéknak a kiadói, és most már a második kiadást tartod a kezedben. Mindig keressük azokat a lehetőségeket, amikor emberek együtt vannak, kevesen vagy sokan, hogy lehet minél egyszerűbben és minél gyorsabban a lelkek között utat találni.
Tehát akár kevesen vannak az emberek, akár többen, és ez a hangoló kifejezetten jó arra, hogy oldja az emberek közötti feszültséget őszintén. Ezen a kártyajátokon különböző kérdések vannak. Itt fel is olvasok egy párat. Egy vers, ami mélyen hatott rám. Egy dolog, amiről nehezen tudnának meggyőzni. Mit érzek, amikor elrontok valamit? Ilyen személyes kérdések vannak rajta. Igen, mivel a hálóban a személyesség fontos, tehát ezt kisebb közösségek, idegen vagy ismerős emberek játszhatják egymással, és mivel ezek rövid idő alatt lehet egy-két kört lejátszani, mielőtt egy mélyebb beszélgetésbe megy az ember, mégis mélyen érintő kérdésekről van szó, tehát ezért meggyőződésünk, hogy ez egy jó dolog, a kattárson is megjelentünk, tehát ott volt a hálónak is volt egy helyen, egy sátorban egy kis helyünk, és ott például sok emberrel hangolóztam, akik ismerve, ismeretlenül odajöttek, és elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, van kedvetek, akkor játszunk egyet, egy pár percet. A közösség szervezésről is van egy kiadványotok, találkozó szervezésről, erről beszéljünk egy picit, ez sok éves tapasztalatotokat foglaltátok össze talán egy könyvben. Igen, néhány évvel ezelőtt kiadtuk ezt a Háló találkozók kézikönyvét, nem tudom, arra felé kell mutatnom, amelyben összefoglaltuk a tapasztalatainkat, hogy amikor emberek találkoznak egymással, és valaki ennek vállalja a szervezését, vagy valakik, ugye mi csapat munkában gondolkozunk, és azt gondoljuk, hogy egyedül senki ne vállaljon semmit, hanem keressen hozzá társakat, és ne vállaljon fel semmilyen ügyet egyedül, hanem mindig partnereket keressen, és az egész hálónak a szervezését ez a partnerség, vagy az együttműködés szelleme hatja át. És ez a Háló találkozók kézikönyve talán nem csak háló találkozók szervezéséhez nyújt támpontokat, hanem bárkinek, aki valamilyen emberek közötti találkozót szervez, akár csak keresztény alapon, most a csakot idézőjelben mondom, vagy akár más szakmai alapon. Tehát a megszólítás fontosság, hogy kiket szólítunk meg, hogyan készülünk, mi az alapelv, médiát fontos-e megszólítani, nem fontos, hogyan szólaljanak meg az emberek, hogyan köszöntjük őket, mivel köszöntjük őket, hogy megemlítjük-e, hogy honnan jöttek össze. Egész másképp hat egy emberre, hogyha valahol megjelenik egy rendezvényen is, az ő helye, vagy az ő helysége, vagy akár név szerint, akár nem név szerint megvan említve, akkor az már okoz egy örömet. Vagy a végén, a találkozó zárás akkor az a lehetőség, hogy valamilyen fajta kiértékelést adjon, vagy megszólaljon. Tehát időt biztosítani a visszajelzésekre, időt biztosítani arra, hogy sokszor ez ugye el is szokott húzódni, hogy van egy találkozónk, ahol összejön 60 ember is, akinek milyen élménye volt, mindenkinek nem lehet szót adni. De az, hogy néhány ember megszólaljon, és néhány embernek a szavai fontosak legyenek mások számára, ezek mind össze vannak ebben a kiadványban gyűjtve, tehát ezt tudom például ajánlani a nézőknek. De vannak például más kiadványaink is, van egy sorozatunk, ahol arra próbálunk forgató könyvet adni, amikor keresztény kisközösségek jellemzően 8-tól 10-15 főig összejönnek és egymással időt töltenek, több-kevesebb rendszerességgel, hogy mivel foglalkozzanak egy kisközösségi összejövetelen. Mutatnék egy könyvet. Ez a nőknek szóló. Ez egy kifejezetten női kiscsoportok számára, de ez már a negyedik kiadványunk. Van egy olyan kiadványunk, amely az alakuló kisközösségek első 10 alkalmára nyújt forgatókönyvet, tehát kezdve attól, hogy megérkezünk, leülünk, hogy vagy, egy hogy vagy kör, egy kis játék, akár hangolózás, akkor egy bibliai felvezetés, egy megtárgyalás, a végén a visszajelzés, arról, hogy vezessünk egy ilyen csoportot, mikor kivezesse, erre vonatkozó támpontok vannak. Tehát ezek is olyan kiadványok, amelyek talán hasznosak lehetnek kis közösségek számára. Hol lehet a Háló közösséggel legközelebb találkozni? Milyen programokkal készültök mostanában? Hát én ajánlanám az érdeklődőknek a Háló honlapot, mert ott elég gazdagon fönt vannak az elmúlt események is, és a jövőbeni események is. Amire most nagyon készülünk, az egy pannonhalmi találkozó, egy Szent Márton
közösségek, tehát Szent Márton titulusú helységek, illetve egyházközségek Kárpát-medencei szintű találkozója. Ez a pannonhalmi főapátsággal együtt történik, és ide elsősorban a Szent Mártonos helységekből várunk jelentkezőket, még mindig, még nem zárult le, 15-éig van a jelentkezési határidő. Fölkutattunk körülbelül 150 helységet vagy templomot. Ezek egy részében már nem élnek magyarok, vagy nem élnek közösségek, de több közösséget megszólítottunk, és remélem, hogy sok helységből össze fognak jönni. Már csak a dátumot nem mondtuk el, igen, mikor lesz ez a találkozó. Ez október 27 és 30 között lesz ez a találkozó, de talán megemlíteném azt, hogy az ifik is, tehát vannak hálós identitású ifik is, bár ők állandóan cserélődnek, ahogy működnek, ahogy múlnak az évek, úgy ők is kiöregszenek, hogy időzőjelben mondjam, de például a táborban most újabb lelkesedéssel összeültek, és itt Budapesten november 11-e és 13-a között lesz egy ifjúsági, Kárpát-medence ifjúsági hálótalálkozó, 60-70 fiatallal a Kárpát-medence minden szegletéből, de megemlíthetném például november 12-én Brassóban lesz hálótalálkozónk, vagy november 18-án Nagybecskereken, az én szülővárosomban, a Délvidéken. A hálótalálkozók nyitottak, tehát bárki jelentkezhet rá, és részt vehet rajta, és azt gondolom, hogy egy találkozás a régi hálósok számára is akkor lehet érdekes, vagy igazán továbbmutató, hogyha mindig vannak olyan újak, új emberek, akik bekapcsolódnak, vagy akik valami új szint visznek, és új szint visznek haza magukkal. Köszönöm szépen, György, hogy itt volt velünk, és tudott a hálóról egy kicsit bemutatni ezt a közösséget is a nézőknek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.